Magyarország határain kívül van egy olyan régió, ahol a legnagyobb magyar közösség él, amely magyar történelmi hagyományokat őriz, magyar kultúrát őriz, és őrzi az autonómia örökségét, a székely önrendelkezés örökségét. Az államon belüli önrendelkezés, amikor az állami közhatalom egy régiót felruház olyan döntési jogkörökkel, amely lehetővé teszi, hogy a regionális szintű problémákat helyi szinten meg lehessen oldani. Ha visszamegyek egy kicsit a történelembe, akkor úgy kellene ezt megfogalmazzam, ezt az önrendelkezési definíciót, hogy egy adott területen élő közösség a saját erőforrásai fölött ellenőrzést gyakorol. Ugyanis a rendi társadalomban különböző szervezettségi szinten, különböző egymáshoz nyilván elég jól elhatárolt, ez a neve is innen jön a rendi társadalomnak, megvoltak ezek a közösségek, és azok a szabályok, amiket egy rendtartó székelyfaluba éltek, azoknak pont az volt a szerepük, hogy ezt az erőforrások fölötti ellenőrzést gyakorolni tudja a közösség. Ezt az egész rendszert működtette egy önigazgatás, amit a székelység a maga módján szépen kiépített, falvakként is, székenként is, hiszen ez egyik sajátossága, hogy nem vármegyék alakulnak ki a Székelyföldön, hanem székek. Ezeknek a működtetését biztosítja egy önigazgatási rendszer, amelynek a csúcsán a nemzetgyűlés helyezkedett. A székely történelem quintessenciája az, hogy napjainkig meg tudta őrizni a székelység a saját ősi szállás területét, és nem utolsó sorban annak köszönhetően, hogy megvolt ez a királyi Magyarország által elismert, és majd az Erdélyi Fejedelemség által elismert önszerveződési joga, amit nyugodtan nevezhetünk autonómiának, és amely alulról a legfelsőbb szintig építkezett. Említettük, hogy a falu volt ennek a kiinduló pontja ennek az önszerveződésnek, a széken keresztül, és az egész Székelyföldet összefogta. A székelységben rendkívül elevenen él a rendi nemzet emléke. A közösség tudatában rendkívül elevenen él. Elevenen él az, hogy a középkorban a székelyek egyenrangúak voltak Erdélyben a magyarokkal, azaz a nemes székely nemzet a magyar nemességgel. Még akkor is, hogyha 1848-tól a székelység betagolódott a magyar polgári nemzetbe, még akkor is a rendi nemzet emléke rendkívül eleven a székelyek köztudatában. Ehhez a rendi nemzethez kötődött a székelységnek az a katonai feladata, amely arra hivatta a székelységet, hogy védje Magyarországot, hogy védje a nemzetet. És a mai székely öntudat is arra épül, és benne van, hogy a nemzet, Magyarország védelmezői vagyunk. Hát egy elég karakán nép a székely azért ebbe. Gondolom, hogy nem lesz olyan, aki vitatkozni fog velem. És azt látom, hogy annyira különböznek akár kis régiónként is a székely emberek, hogy valahogy nem szerették soha, hogy a Gyergyóinak a Csíkinak az Udvarhelyi, vagy akár bárki más mondja meg, hogy mikor, mit és hogyan kellene tennie. És mint ilyen, azért mégis van egy összezárás a székelyek között, hogy legyen meg ez az önvédelem, tehát nekünk kívülről nem mondja meg senki, de mi sem mondjuk meg egyik a másikunknak. És ennek van egy olyan szellemisége, egy olyan érzülete, ami áthatja gyakorlatilag a mai társadalmat is, és a múltban akár nagyapáinktól, amit hallhattunk erről, az fokozottan jelen volt. Akkor még élénkebben élt ez a nosztalgiázás az autonómia iránt, fennmaradt ennek a hagyománya az emlékezetben.